Július 1-ig hosszabbította meg az élelmiszerár stoppot a magyar kormány, ezt Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon jelentette be. A lépés várható volt az élelmiszerpiacon érzékelhető áremelkedések miatt. Megkérdeztük a Pécset élőket, hogy mi a véleményük az intézkedésről. Szeretnénk, ha még egy jó darabig ez megmaradna, mert most ez segítség ez a két hónap, de ennél tovább egy kicsit jó volna, akár augusztusig vagy szeptemberig, mert ez az áremelkedés, ez hiába van megemelve a fizetés, ez arra elég, hogy bevásárolok 5000 forint, és nem ad egy forintom se. Nekem az a véleményem, hogy eddig bevárt, hogy ezután is majd, ugye most ezzel a körülményekkel, hogy mennyire, azt nem tudom pontosan, de egyelőre biztos, hogy jó. Nagyon sokat számít nyugdíjasoknak, meg különösen, de mindenkinek. Egy nagyon jó ötlet volt szerintem. És mit gondol, hogy mi lesz akkor, hogyha vége lesz? Hát akkor bizony nagyon meg kell fognia, hogy mit vásárolunk. Mert nem mindegy, hogy mit veszek, vagy mennyiért veszem meg. A kormány döntés értelmében az üzemanyag árára is vonatkozik az ársapka, egyelőre marad a 480 forintos árszint. Hát szerintem ez egy jó döntés volt, mert így is elég magasak az árak, úgyhogy a fizetések meg nem emelkednek úgy, hogy jó. És mire számít, hogyha ennek vége lesz, akkor milyen magasságban megy fel a benzinára? Hát szerintem 700 forint körül ide. És ez mennyire tartható mondjuk egy családnál? Hát Magyarországon sem mennyire. A vélemények tehát egyértelműek, mindenki pénztárcáját érinti a döntés.